kiszolgálja minden napjainkban. A célunk egy alkalmazás építése, ami könnyűvé és egyszerűvé teszi, hogy barátok egymás között ételt megosztanak. És mi is az az ételmegosztás? Ugye... Kicsit gyorsan. Tehát, social media előtt annak idején emberek fizikai ételt megosztottak egymással, közösen leültek, jókat ettek, jókat nevettek, iszogattak, volt egy közös élmény az étel körül. Sajnálatos módon a social media megjelenésével ez átért arra, hogy mai világban az étel megosztás arról szól, hogy fotókat küldesz a barátaidnak az ételről, lájkoljátok és mindenki nagyon boldog. Úgy gondoljuk, hogy egy étterbe fotót küldeni az nem elég, annak nincs íze, nincs illata, legyár bele az az élmény, nincs az a közös élmény, amire rész egy életen át. Egy éve gondolkozunk azon és nézzük, hogy hogy tudjuk ebből az embereket irányítani, és néhány csavarás után rájöttünk, hogy sajnos az emberek ebbe vannak most benne, úgyhogy nekünk is innen kell indulnunk. Úgyhogy a piknik jelenlegi felállásában nagyon közel áll egy kreáció startuphoz, de már most elkezdtünk beleépíteni extrákat, hogy tudjuk ezeket a felhasználókat, akik jelenleg ezen a social platformokban ülnek, hogy tudjuk oda menni, megfogni a kezüket és szépen átvezetni őket egy jobb szebb oldalra. Úgyhogy most itt vagyunk, de az biztos, hogy nem értünk bele egyet, és nem szeretnénk, hogy a piknik maradjon. És ugye itt a nagy kérdés. Az biztos, hogy a fotókat megosztani ételre ez egy jó kezdet, ez egy jó első lépés, megmutatod a barátodnak, hogy miket csinálj vele. De az érdekes, hogy mit tudunk beleépíteni ebbe a platformba, ami olyan interakciókat vált az emberekből, ami visszavezetik őket egy kicsit a valós világban, és provokálják egymást, és valós ételmegosztás és közös étkezésekhez vezet. Úgyhogy igazából a piknikkel mi azt látjuk, hogy egy nagyon egyszerű alkalmazást tudunk építeni, ami mindenkinek használ és mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy belelássa barátod, hogy megáll, és ők is a tiédbe, és tudjad inspirálni őket, motiválni őket, megnyitni a beszélgetést, tanuljatok egymástól, és végül, hogyha sikerül, akkor esetleg közösen főzzetek, vagy közösen üljetek le, és ügyetek egy jót. Ugye itt az az érdekesség, hogy egy mobil platformon beszélünk egy digitális világról, amivel egy valós világban lévő interakciókat szeretnénk valahogy kiváltani. Több ötletünk is van, hogy milyen irányba és miket tudunk erre felépíteni. Jelenleg a piknikban, amit berakunk, az egy like gombot, vagy egy high five gombot, aminek a lényege az, hogy egy barátod felrak valamit, amit követi a diétáját, akkor tudsz neki egy pacsit küldeni, hogy tök jó, hogy ezt csinálod. Van egy one gomb, aminek a lényege az, hogy valaki olyasmit rak fel, amit szívesen ennél. Szívesen emlél és megkosolod ezt az ételt, akkor tudsz egy bantot küldeni neki, arra kapni notification, hogy valaki ebből szeretne tényleg enni. Illetve a másik, amit most elkezdtünk csinálni, hogy a minden pózban a pikniken belül, illetve bármilyen, amit kitolsz a social hálóra, rárakunk egy szép nagy IMDb badge-et. Ennek a lényeg az, hogy igenis az emberek büszkék azért rakják fel az ételt, amit csináltak, mert meg büszkék rá, és szeretnék, hogy ez maradna vele, és tudnak mutatni a világnak, hogy én is ezt én csináltam, és büszke vagyok rá. Van több más ötletünk is, amit a következő hónapokban fogunk beépíteni, illetve bárkinek van még jó ötlete, szívesen meghallgatunk és szeretnénk hallani. Röviden a csapatról, öten dolgozunk ezen full time, ami talán érdekes az ötünk között a csapatban, hogy több mint 30 év külföldi élettapasztalatunk van a csapatban, illetve nagyon egy erős tanácsadó csapat csatlakozott hozzánk, akik segítenek a mindennapjainkban. Hol látjuk a piknikert néhány éven belül? Valami ilyesmiben szeretnénk, hogy benne lenni. Azt látjuk, hogy jelenleg az étellel beszélsz az interneten, az ételnek nincs egy otthona. Szeretnénk hihetni azt, hogyha a jövőben akkor arra azt mondod, hogy food étel, akkor a piknikre gondolsz. És végül fönn vagyunk az App Store-ba, egy open beta változat, hogy letölthető iOS-en, iPad jön következőnek, illetve dolgozunk az Android és Windows mobil verzión is. Úgyhogy ez a piknik. Bármi kérdés? Thank you.
hoztunk tervek, vannak filterebeit, és a jövőben a filterebben az érdekes, hogy csalás és nem a valós képet adják. Amit mi látunk, ami érdekes, hogy utána a barátaink között osztod meg főképpen. Azt látjuk, hogy valaki elkezd szépet posztolni, akkor te is összeszedem magadat. Észrevettük az emberek, szebben találják az internet otthon, jobban odafigyelnek, hogy fotózzák, jobban odafigyelnek, hogy hogy rakják össze, hogy szebb legyen. Van egy pár étel, amit lehetetlen szépen fotózni. De egyébként az egyik vicces, hogy a legnépszerűbb kaj, ami fölrakott egy mákos tésztát, és minden elkezdte mindenki high-five-on is vantolni. Ez egy mákos tészta volt, mert otthoni, és egy jó hangulatot teremt. És, úgyhogy dolgozunk egy-két dolgon, de az még a jövő. Igen? Nagyon buta kérdés lesz, miért jó ez nektek? Miért jó ez nektek? Jó. Előadok egy csomó munkát, mi a létfél? Azok jól érzel, hogy az emberek tudnak. Van egy apró álmunk, hogy tényleg meg tudunk valamit változtatni a világon, és világvégét szeretnék, és így tényleg azt látjuk, hogy nagyon komoly hatása lett az emberekre, community-re. Igazából pont ez egyik a problémánk, hogy annyi pozitív visszajelzést kapunk annyi irányból, hogy nagyon nehezen fókuszálunk, találjuk meg azt, hogy mire fókuszáljunk. Úgyhogy hosszú távon ezt szeretnénk, hogy ott legyen globálisan ez a platform, és tényleg jó helyek fönn legyenek. Én személy szerint azt szeretném, hogy bármikor tudjak jó háziasítel tenni valamitől. Köszi. Indulok ide, bocsánat, ezt engem a következő. Ezt a problémát, hogy te jó háziasítel tudjál lenni, hogyan mondja meg a két adott a szolgáltatásra? Hát azt látjuk igazából, hogy most első körben egy community-tünk, ez a community-vel bevezetjük a fizikai megosztásra a lehetőségét, tehát itt az emberek el tudnak kezdeni szervezni megosztásokat barátokkal egymással, és a végső stádium az, hogy ezzel kezd növekedni, azt látja, hogy piactér, ha akarjuk benne, ki fog alakulni. Szeretnék a piactérból is segíteni, hogy ez egy barátságos, könnyen használható piactér legyen a jövőben. Ezt szerintem nem tudni megállítani. Már most is felhasználók kérdezik, hogy tudnak-e megosztani, hogy tudnak megosztani fizikailag egymás között. Úgyhogy ez a... És hogy fognak tudni? Egész egyszerűen valamilyen szinten egy rendszert építünk bele, ahol meg tudod azt adni, hogy pénteken színesen behozok négyen a rakott kumpli, találkozunk valahol, kikér belőle, gyertek föl, főzünk együtt, megosztjuk ezt az ételt, bármilyen eseményt fogsz tudni szervezni, nézik ki kell éten körül. Miért meg is változott az kérdés, hogy akkor meg bele olyan funkciót tenni, ahol akár be lehet posztolni, hogy én csak most egy vacsora meghívani, hogy nem fogok mindig össze, küldj egy képet, és akkor leülünk, hogy utálunk meg, hogy eltűnjük. Tehát igazán a Big Ticket, amikor a profilodat építesz föl, ez kis tart egy elhasználó, megmutatod, mit tudsz csinálni. Úgyhogy nagyon sok ötletünk van már, hogy ezt az információt hogy tudjuk összehozni, hogy például a barátod be akarsz szívni, és minden, hogyha belágnak az öt havert, akit be akarsz szívni, és a piknik adnak egy listát, hogy ők ezeket szokták szeretni, ezeket szokták főzni, és kapsz egy ötletet, jó, akkor kínai este lesz, vagy nem tudom. Úgyhogy vannak ilyen ötletek, azt is látom egy felhasználótól, hogy lefotózta az alapanyagokat, amit otthon talált, és kiküldte, hogy ki tud segíteni, ebből kéne valamit csinálni. És ezek az ötletek. Olyan is látunk már, hogy lefotózták ebből főzők valamit, ki kér belőle, de nem mondom meg, hogy mi lesz, de látod az alapanyagot. Versenyeket indítottunk Pitniken belül, most pont az Eper verseny volt előtte, és Párga verseny, elkezdtek az emberek egy érdekesebb epres ételeket fölposztolni. Nagyon sokféle módja van, hogy így ezt a motivációt meg tudjuk adni. Egy nagyon rövid, ami nagyon érdekes, ami meglepett minket is, hogy többen arra használják, hogy menjünk fel a pikniket, és a saját posztjaikat megnézik, hogy ők miket posztoltak, hogy emlékezzenek arra, hogy ők miket tudnak főzni, és saját maguknak ötletet adjanak, hogy ma este mit tegyek. Erre így nem számoltunk. Egy plusz kérdés, ha szabad, milyen konkurencia nekem, akár Bózalmi, akár a Bipadvétorban, vagy akár egy Foursquare? Őket ne szállítóinak tekintjük be Bózalmi. Megmondom, nagyon sokan dolgoznak azon, hogy adnak recepteket. Mi adunk egy állatotet arra, hogy a barátvédel megosztja, hogy büszkén megmutassa, hogy Bózalmitól sikerült megfőzni a receptet, és tényleg összeáll. Partnerségben nagyon gondolkozunk ilyen oldalakkal, de igazából beszállítóink. Mennyire felső polgársokat akár a TripAdvisor, ahol meg azt mondom, hogy... Mi azt látjuk, hogy
pont az egyik ilyen étterem review site írta, hogy annyira sokan elkezdtek otthonyákat felposztolni, hogy már ők is így valamit így néznek, hogy ilyen site oldal, tehát valamelyik funkciót arra kérnek, hogy ők is tudjanak posztolni. Mi csak erre akarunk koncentrálni. Jelenleg ilyen 75% a megosztásnak az házias ételek, a maradék az, hogy itt tettem, ott tettem. Igazából minden étel, amit te szeretsz, és meg akarsz mutatni a barátodnak, hogy ezt teszed, és ez szívesen megosztod, az ott mehet föl. Bocsánat, mögötted volt egy utolsó kérdés. Vannak tervek, itt előbb János a community emberünk. Abszolút nagyon sok ötlet van az. Igazából amióta így elkezdtük így bétába kommunikálni az appet, keresnek meg minket a világ minden tájáról emberek, hogy lehetnek, hogy vehetnek ebben részt. Mi azt szeretnénk, hogy minél több offline activity legyen az app körül. Ugye reklámok most nem ülnek itt. Azt szeretnénk, hogy minél kevesebb időt töltse az appbe, és minél többet a valós világban. Szoktam azt mondani, hogy vissza szeretnénk adni azt, amit a Facebook elvett tőlünk. Eseményeket, közös főzések, közös evések, piknik a parkban, piknik a háztetőn, piknik az irodában, körülöttök egy asztalt és jól érzitek magatokat, esetleg egy kicsit iszolatok is, vagy ez később is lehet itt. Úgyhogy utolsó kérdés, bárkinek a kérdéssel megtaláltok.